A 2000-es évek eleje óta nem volt annyi beiratkozó a BEM iskolában, mint ebben a tanévben. 4 technikusi osztályt indítottak, és 6 szakképzőiskolai osztály is elindult. Úgy is lehet fogalmazni, hogy teltház van, mondta az intézmény igazgatója. Nagyon nagy örömömre szolgált, amikor múlt héten szerdán, szeptember 1-én az iskola udvara megtelt gyerekkel. Olyan jó volt annyi gyerek között lenni. Technikumban 4 osztályt indítottunk. Van a rendészeti technikus, egy osztályban vannak a kozmetikus technikus fodrászok, van egy villamos, ahol ipari informatikus, elektronikai technikus, egy gépész osztályban pedig gépgyártás technológiai technikus és mechatronikai technikusokat indítottunk. A szakképző iskolában pedig 6 osztályban 8 szakmára iskoláztak be tanulókat. Van egy teljes hegesztő osztály, egy másik gépész osztályban vannak a CNC és gépi forgácsolók, valamint a szerszám és készülékgyártók. Teljes osztálynyi a villanyszerelő, szobafestő, mázoló és tapétázó, valamint rendészeti őrképzés is, illetve egy osztálynyi létszám telt meg a divatszabászat, illetve az asztalos szakma iránt érdeklődő fiatalokkal. Újra sokan szeretnének tehát szakmát tanulni. Mindenkinek rá kell jönnie, hogy egy jó szakmával több pénzt lehet keresni, mint akár diplomával. És erre jó példával járnak azok a tanulóink, akik itt tanultak, elsajátították a szakmájukat. Természetesen nem magas fizetéssel kezdték, de mostanra olyan pozíciókat töltenek be fontos üzemekbe, gyárakba, hogy nagyon szépen keresnek. Volt már ugyan több tanuló is ebben az iskolában, de az elmúlt években megváltozott a szakképzés szerkezete, át is alakult az intézmény. Sok szaktantermet alakítottak ki. Vagyis a megváltozott körülmények között rekord létszámmal indult a tanév. Vannak olyan napok, órák, amikor egyetlen egy üres terem sincsen az intézményben, mondta az iskola igazgatója.